A természet hatalmas erejét megtestesítő vulkánokat mindig is félelemmel vegyes tisztelet övezte. Vulkánkitöréskor a hegyoldalakon széles folyamként aláhömpölygő láva mindent elpusztít, ami az útjába akad, olykor a hegy mennydörgő robaja a saját csúcsát is levegőbe repíti, égbeszökő gáz és porfelhő kíséretében. A gigantikus tűzijáték a kitörés jellegétől függetlenül örök időre megváltoztatja környezetét. A vulkáni kürtő bolygón kérgének olyan nyílása, amilyen keresztül magma, vagyis folyékony kőzet nyomul föl a mélyből. A vulkán fogalma azonban a vulkáni kürtő körül fölhalmozódott, törmelékalkotta hegyet is magában foglalja. Az évezredek során pedig ez a kúp hatalmas méretűre nőhet. A tűzhányok zöme vagy kúp alakú rétegvulkán, vagy széles kupola alakú pajzsvulkán. Az utóbbi forma a megdermedése előtt messzire folyó, nagyon híg láva egymásra rakódó rétegeiből alakul ki, ezért az ilyen hegy keresztmetszete alacsony, lefordított tányérhoz hasonlít. A pajzsvulkánok lankás lejtői dacára óriásira növekedhetnek. Egyik példa erre a Hawaii Mauna Kea, amely több mint 10 kilométerrel emelkedik ki az óceáni talapzatból, noha a tengerszint fölötti magassága csak 4207 méter. A rétegvulkánok összetettebb kitörés sorozat nyomán jönnek létre, a csúcskráterből kiinduló lávafolyások hamu és más szilárd anyagok kilövelésével váltakoznak, ezért a meredek hegyoldalak láva és egyéb törmelékek egymásra következő rétegeiből épülnek fel. A kőzetolvadék olykor mellékkürtőkön tör a felszínre és úgynevezett mellékkúpokat alakít ki a lejtőkön. Gyakran semmilyen szabálytalanság sem égteleníti el a hegyet, ezért sok réteg vulkán, például a japán Fuji szinte tökéletes szimmetriájáról híres. A láva összetételéhez és hőmérsékletéhez hasonlóan a vulkánok működésének intenzitása is igen változó. A legkevésbé erőteljes az úgynevezett Hawaii-típusú kitörés, melynek során a kürtőből egyenletesen kiáramló, rendkívül folyós láva széles kúpot épít. Stromboli típusú kitöréskor valamelyest sűrűbb kőzetolvadék tör föl, többé-kevésbé folyamatosan, kisebb robbanások kíséretében. Jóval hevesebb ennél a vulkánó típusú kitörés, melynek szüneteiben a lávadugó eltorlaszolja a kürtőt, a nyugalmi időszaknak pedig az a hatalmas robbanás vet véget, mellyel az óriási nyomás kiveti ezt a dugót. Viszont a Karib-tengeri Martinique szigetén lévő tűzhányóról Pellier típusúnak nevezett kitörés még ennél is pusztítóbb. Kísérő jelenségeként forró gázból és hamuból álló, útjában mindent megsemmisítő, izzó felhő hömpölyög le a hegy lejtőjén. A Montpellier 1902-ben bekövetkezett kitörésekor egy ilyen tüzes felhő földig rombolt a Saint-Pierre városát. A felszínre törő magmát, mely vulkáni működés megszokott kísérője, lávának nevezzük. Az 1100 Celsius fokos, vagy még ennél is forróbb láva meglehetősen folyékony, és sok kilométert megtehet, mire lehűl és megszilárdul. A más ásványi összetételű, vagy alacsonyabb hőmérsékletű láva viszont nem ennyire híg, és gyorsabban megdermed. Előfordul, hogy kiáramlása azért szakad meg, mert már a vulkán kürtőjében kemény dugóvá alakul. Amikor a magmában lévő gázok nyomása annyira megnő, hogy szétfeszíti ezt a dugót, a robbanás óriási mennyiségű szilárd törmeléket lövel a magasba, majd kráter faláról leszakadó sziklatömbök a lejtőkön érnek ismét földet. A levegőben megszilárduló lávacseppek gömbölyű vagy orsó alakú bombaként csapódnak be, a kitöréskor fellövelő gőz és gázfelhőt pedig tengernyi finom por és vulkáni hamu sötétíti el. A vulkánok többnyire a földkéreg nyugtalan övezeteiben, az egymástól távolodó lemezek mentén húzódó óceán alatti kéregrepedéseknek, valamint a kontinensek peremét egymásra torlódó táblák széleinek környezetében találhatók. Ezeken a területeken gyakoriak a földrengések, és időről időre a vulkánok is életre kelnek. A működő tűzhányók több mint a fele, csendes óceán csaknem körülölelő tűzgyűrűinek is nevezett íven helyezkedik el. A legismertebbek közé tartozik az itáliai Vezúv Krisztus előtt 79-ben bekövetkezett kitörése, melynek következtében a csúcsát szétvető tűzhányó néhány óra alatt teljesen betemette Pompei városát. A közelebbi múlt egyik legerősebb vulkánrobbanása, melynek robaja még a 4500 km-re fekvő Ausztráliában is hallható volt, 1883. augusztus 27-én pusztította el az indonéziai Krakatau szigetét.
a detonáció által útjára indított 30 méter magas szökőárban 36 ezer ember vesztette életét. A légkörbe lövelt hamufelhő a világ minden tájára elvitte a Krakatau hírét, mert az egész földet megkerülő szélhordta hamuréteg több mint egy évig varázsolta sokfelé színpompással naplementéket. November 14-én hajnalban egy izlandi halász a parton nem messze a tengerből felszálló furcsa füstfelhőre lett figyelmes. Nem sokkal ezután 4 km magasra csapott fel a füst és a gőz a felrepülő törmelékek közül. Másnap egy addig nem létező szigetet fedeztek fel ezen a helyen, majd kiderült, egy tenger alatti tűzhányó csúcsa döfte át az óceán víztükrét. A több hónapig tartó kitörés sorozat végén az akkor már 2,5 négyzetkilométer területű sziget legmagasabb pontja 150 méterrel emelkedett ki a tengerből. A helyiek a skandináv mitológia tűzistene után Surtsinek nevezték el a szigetet, melynek mintájára egyébként sok ezer keletkezett már a Földön. Tenger alatti vulkánok kiemelkedő csúcsai többek között a Hawaii-szigetek, a Galapagos, az Azori és a Kanári-szigetek. Surtsi annyiban egyedülálló a többi közül, ez volt az első vulkáni sziget, melynek születése a szemünk láttára zajlott le, sőt, még filmen is megörökítették. Nem ok nélkül félünk a vulkánkitörésektől, mert számtalan emberre hoztak szenvedést és halált, egész városokat töröltek el a föld színéről, és hatalmas területeket változtattak kietlen pusztaságokká. Vannak azonban kedvező utóhatásaik is, mert például az ásványi anyagokban gazdag vulkáni törmelékekből idővel termőföld lesz. Újra kialakul a természetes növénytakaró, és az emberek ismét benépesítik a vulkánok közelében elterülő termékeny földeket. A vulkáni kőzetek igen jól használhatók házak és utak építéséhez, több kihúny tűzhányó pedig a kén és sok más értékes ásványi anyag fontos lelőhelye. Egyes felvetések szerint a Föld felszíni vízkészletének jelentős része is a tűzhányokból évmilliárdokkal ezelőtt kiszabadult gőzből és gázokból keletkezett. Írjátok meg egy kommentben, hogy ti megnéznétek-e élőben egy vulkánt, vagy esetleg annak kitörését. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!